Üdvözlöm titeket a Mohácsi Kisfaludi Károly Gimnáziumban. Ezek a különleges helyzetek egyedi megoldást követelnek. Az idei évben a vírushelyzet miatt nem tudunk nyílt napot tartani, de ezért engedjétek meg nekünk, hogy mi végzősök mutassuk be iskolánkat. Kezdjük is az épülettel. A gimnázium épülete a 18. században épült barokk stílusban. A püspöki nyári rezidencia építtetői Berényi Zsigmond és Eszterházy Pál voltak. Az épület 1935 óta működik iskolaként. Gyönyörű udvarunkban megtalálható névadónk Kisfaludy Károly mellszobra, mely 1985-ben az iskola 50. születésnapjára készült. Idén szeptemberben ünnepeltük 85. születésnapunkat. Az ódonfalak mögött azonban modern körülmények között folyik a munka. Tantermeink digitális táblákkal vannak felszerelve. Emellett van egy Samsung termünk is 30 darab tablettel, és az idei tanévtől digitális információs táblán is tájékozódhatunk az aktuális hírekről. Gyertek velünk Hárner Névfét Gabriella igazgatónőhöz, aki a gimnáziumunk képzési formáiról és felvételi követelményeiről beszél nekünk. Jó napot kívánok! Fáradjatok be! Miért érdemes a Kisfaludyba jelentkezni? Azt hiszem, a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumot nem kell bemutatni a Mohácson és környékén élők számára, hiszen a 2020-21-es tanév a 86. a sorban, illetve a több száz éves impozáns épület, amely szerencsére a közelmúltban nagy felújításon esett át, egy meghatározó helyszín itt Mohácson. Azt, hogy ez a 86. tanévünk nem jelenti azt, hogy a modern elvárásoknak nem próbálnánk megfelelni, és nem fektetnénk nagy hangsúlyt arra, hogy a újabb és újabb képzési struktúrát és elemeket vigyünk be az oktatásba. Egy ilyen nagyon fontos elvárásnapjaink van a nyelvoktatás, a nyelvtudás, ezért a képzési struktúránk is a nyelvi osztályokra, nyelvi csoportokra van építve. A hatosztályos tagozatunkban már a 7-től két nyelvet oktatunk, az idejáró diákok nagyon jó nyelvvizsga és érettségi eredményekkel hagyhatják el az iskolát. Az egyik legnépszerűbb képzésünk a nyelvi előkészítő évfolyam. Ez azt jelenti, hogy a 8. után a diákok egy tanéven keresztül 17 óra angol nyelvet tanulhatnak, különféle nyelvtanulás segítő tanulási módszertannal összekapcsolva. Akik ide járnak, azok nyelvvizsgákkal, sokszor kettő, sokszor két felsőfokú nyelvvizsgával hagyhatják el az iskolát. Ez tényleg nagyon vonzó itt a környékünkön. Akik a hagyományos 4 évfolyamos képzést választják, és az általános iskolában németül tanultak, itt is emelt szintű nyelvoktatáson vehetnek részt, esetleg német nemzetiségi nyelvoktatási programban tanulhatnak. Az, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvekre és a nyelvtudásra, talán az is bizonyítja, hogy az idei évtől az iskola ICL nyelvvizsga központ lett, nagyon népszerű a diákok körében ez a lehetőség, így most már az évtizedek óta működő Sprach diplom nyelvvizsgán túl már ICL nyelvvizsgát is lehet itt nálunk tenni német és angol nyelvből. Napjaink egyik újabb kihívása az informatika és a digitális technológia, azt gondolom, ez is azért beszűrődik a mindennapjainkban. Ez nem csak azt jelenti, hogy minden nagy termünkben digitális táblával rendelkezünk, és egy 30 tabletből álló Samsung teremben motiválhatjuk a diákjainkat, hogy együtt tanuljanak velünk, hanem azt is, hogy a pedagógusaink nagyon jók a digitális tanítási módszerekben, azt gondolom, illetve megemeltük az informatika órák és a matematika órák számát sok tagozatunkon, és az informatika órákon a diákok robotikával is foglalkoznak, tehát a humanoid és Lego robotjaink segítségével próbáljuk őket csábítani a programozás felé. Illetve ezen a téren is egy újabb kezdeményezésünk az ECDL vizsgaközpont. Az ECDL egy Magyarországon elismert digitális informatikai ismereteket mérő vizsgarendszer. Ennek is az központja vagyunk, tehát most már a diákok nem csak itt készülhetnek erre a vizsgára, hanem itt is bonyolultat a vizsga. 2020 őszétől új nemzeti alaptanterv van érvényben Magyarországon. Ez azt jelenti, ennek egy fontos eleme az élménypedagógia, a különféle projektek. Ez is nagyon fontos elem az iskola életében.
hiszen az eddigi tematikus napok, pályorientációs nap, projektnapok után, most már szeptemberben például két projektünk is bonyolódott, egy német nemzetiségi projekt, illetve egy tanulási módszereket, alapkompetenciákat fejlesztő projektünk, amelynek keretében a diákok kreatív gondolkodását, közösségépítését, személyiségfejlődését segítettük. Úgy hallottam és azt tapasztaltam, hogy nagyon népszerű volt ez a projekt is a diákok körében. Elmondhatnám még, hogy akkreditált tehetségpont vagyunk. Ez azt jelenti, hogy különösen fontosnak tartjuk a tehetségek gondozását. Tehát a 9-10. Évfolyamon elsősorban az alapképességeket fejlesztjük, aztán 11-12. Pedig a fakultációs rendszeren keresztül mindenkinek lehetősége van arra, hogy már a saját karrierje irányában azokat a tárgyakat választhassa emeltebb színvonalon, amit ő szeretne. EPASZ iskola vagyunk, az Európa Parlament nagykövet iskolája, ezért számtalan Európa Uniós projektben, versenyeken veszünk részt. Kétszer jártak diákjaink Strasbourgban az Európa Parlamentben, de az utazások is meghatározzák szinte mindennapjainkat. Ha nincs a Covid-járvány, akkor aktív diákcserénk bonyolulna Németországgal és Lengyelországgal. Több diákcsoportunk is magyar lakta vidékekre látogathatna a határtalanú program keretében, illetve sajnálatos módon az idei évben a külföldi nyelvtanulási program is elmarad, de reméljük, hogy ez a későbbiekben megvalósul, és nagyon sok diákunk tanulhat a nyár folyamán a külföldi országokban. A mindennapokat is próbáljuk színesíteni, társas táncot tanulnak 11-12. Évfolyamosan úszni járunk, sítábort szervezünk a diákoknak. Azt gondolom, hogy nagyon színesek itt a hétköznapok is. Színházlátogatásunk nagyon aktív, a parlamentbe látogatunk rendszeresen, úgyhogy nagyon sok lehetőség kínálkozik itt a kisfaludisok számára. Kiket vesznek fel hozzánk? Hogyan lehet bekerülni a kisfaludiba? Nagyon jó lehetőségek kínálkoznak itt a diákok számára, azt gondolom, de mindenképpen egy fontos elem szükséges hozzá. Céltudatos, tanulni vágyó, szorgalmas diákokra vágyunk. Azoknak a jelentkezését várjuk. Hát egy rossz hírem is van az üggyel kapcsolatban, ahhoz, hogy valaki a kisfaludiba kerüljön, részt kell vennie a központi felvételin. Az ott megszerzett matematikai szövegértési pontok adják a felvételi pontok egy részét, illetve a másik felét a felvételi pontoknak az általános iskolából hozott tanulmány eredmény alapján számítjuk. A 8. fél év és a 7. év végi tantárgyak átlagát a magyar matematika, irodalom, történelem és idegen nyelv tárgyakból, ezek a hagyományos érettségi tárgyak. És mi a helyzet az előkészítő foglalkozásokkal? Hát igen, a járvány felülírta az eddigi előkészítő foglalkozásokat is, tehát új módszereket kell a járvány idején keresnünk, tehát nem rendezzük meg a hagyományos nyíltnapjainkat sem az őszi szünet után, hanem a diákok filmet forgatnak, amelyben az iskolát népszerűsítik, illetve online módon bejelentkeztünk több pályaválasztási fórumra, a szülői értekezletre, így próbáljuk a diákokat tájékoztatni. Új szórólapunk is készült, és az előkészítőkről sem feledkezünk meg. November végétől folyamatosan, aki figyelemmel követi a honlapunkat, mohacskisfaludi.hu honlapot, ott információkat kaphat arról, hogy online módon hogyan szervezzük a felvételi foglalkozásainkat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Arra biztatlak benneteket, hogy kérdezzétek meg a diákokat, miért érdemes ide járni. Köszönöm szépen! Köszönjük! Panna és Luca a 6. osztályos tagozatot mutatják be. Amikor 5 évvel ezelőtt átléptünk a gimnázium kapuján, nagy elvárásaink voltak a jövőnkre nézve. Nyelvvizsgák, előrehozott érettségi versenyek, és ebből már annyi mindent megvalósítottunk. És mennyi minden vár még ránk? De szerencsére az érettségre való felkészülés az minden segítséget megkapunk a tanárainktól, így a maximumot ki tudjuk hozni magunkból. Heti 2 alkalommal vehetünk részt középszintű érettségi felkészítőkön, például magyarból és matekból. Ha felsőoktatási intézményben szeretnénk tovább tanulni, emelt érettségit is kell tennünk legalább egy tantárgyból. Erre készítenek fel a faktok. Gyertek, most megnézzük a testnevelési fakultációt! We'll be right back.
Szia, Hunor! Miért járt ezt a mesterői fakultációt? Hát először is azért, mert az életben a fő célom, hogy testnevelő tanár legyek, és erre adódott ez a lehetőség itt a gimnáziumban, hogy testnevelés fakultációra járjak. És igazából itt rendkívül jól felkészítenek minden szintű érettségére. Reméljük, a hagyományos programjainkat, a szalagavatót, a bankettet és a ballagást is meg tudjuk tartani, ha nem is hagyományos keretek között. Idén a fecskavatónk is különleges volt, de mégis jól éreztük magunkat, és reméljük a fecskák is. A kicsik és osztályfőnökeik egész nap pizsamában oldottak meg vicces feladatokat. Majd a nap végén elmondott eskü szövegével váltak igazi kisfaludisokká. A versenyt a hetedikesek nyerték meg. Esküszöm az álmaimra! Esküszöm az álmaimra! A végzősök vágyaira! A végzősök vágyaira! Hogy őket mindig tisztelem! Hogy őket mindig tisztelem! A büfében előre engedem! A büfében előre engedem! Nézzünk be hozzájuk, és kérdezzük meg, hogy ők miért választották az iskolánkat. Mindenkinek megadták a lehetőséget arra, hogy feljavítsák a tanulmányi eredményeiket. A modernebb iskola és a digitális oktatás az szerintem rohamosan fejlődött ebbe az iskolába, és ezért jöttem el ide. Én magasabb szintű oktatás miatt jöttem át, és ezt már most érzékelem, hogy megkaptam. Én egy jobb osztályközösség reményében jöttem át, és ezt már tapasztalom. Örülök, hogy ilyen jól érzitek itt magatokat, és reméljük a tanulásban is további sikereket értek majd el. És hogy lépést tudunk-e tartani az általános iskolákkal? Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 9. C-osztályosok DSD eredményei. Sőt, Camilla és Ella személyében az angolos és németes csoportból is volt OATV országos döntősünk. 27 fő, 22 B2-es és 2 C1-es angol és 5 B2-es német nyelvvizsga eddig. Ez a 12. A-osztály. A nyelvi előkészítős tanévben heti 15 órában tanulhattuk az angolt, és 3-ban a németet, és ez hozzásegített minket ahhoz, hogy a csoportból már mindenki megszerezte a B2-es nyelvvizsgáját, illetve többen már a C1-est is, és németből is sokan nyelvvizsgát szereztünk már, illetve Gergő, aki előtte sosem tanult angolul, kijutott Strasbourgba, és ott beszélhetett az Európai Parlamentben. Igen, ahogy Dóri említette, az Euroskola versenynek, illetve ennek a programnak köszönhetően lehetőségem nyílt, hogy képviselhessem az iskolánkat Strasbourgban, a parlamentnek a nagy szavazó termében, ahol prezentáltam iskolánkat és bemutattam Mohácsot. Jellegzetességeit, jelképeit, a busójárásról beszéltem. A Mohácsi Kisfaludi Károly Gimnázium meghívást kapott az Európai Parlament nagykövet iskolája programban való részvételre, mely 2017-ben indult el az Unió összes tagállamában. A programban 25 magyar középiskola vehetett részt első körben, akik azzal érdemelték ki a kiválasztást, hogy aktív pályázati tevékenységet folytattak az elmúlt években, nemzetközi projektek részesei voltak, illetve sikeresen szerepeltek az Európai Unióval kapcsolatos versenyeken. Fő célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az Európai Parlamenti demokrácia iránt. A program vezetője nálunk Katosné Sütő Katalin. 2019. február 15-én Strasbourgban iskolánk diákjai egyedüliként képviselték Magyarországot a parlamenti napon. A 12. B német nemzetiségi csoportjával járunk. Mit is jelent pontosan ez a képzési forma? Heti 5 német óra mellett egy népismeret óránk is van. És mit csináltak ezeken az órákon? Megismerjük a magyarországi németek történetét, és ápoljuk a hagyományokat is. Upgedrace Filmfesztiválon már 3-szor sikerült a külön díjat elhozni. Voltunk Sombereken és Liptódon is forgatni. Életem egyik legjobb élménye volt a saját filmünket Motivászlón látni. Thank you.
Zuschauer, Sie sehen jetzt eine weitere Folge, Wissen ist Macht. Nem csak ezen a versenyen indultunk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt a budapesti német nagykövetségen átvenni a Deutsch und Ich videóverseny külön díját. És mire készültök most? Előrehozott érettségit teszünk német nyelvből középszinten. Vannak, akik angolból és infóból is vizsgáznak. Az előrehozott érettségiken kívül B2-es nyelvvizsgát is tettünk. Ezen kívül DSDC1-es nyelvvizsgára is készülünk. Nem csak németből, hanem történelemből is jeleskedtünk. Kunovszkiné Veres Mária osztályfőnökünk segítségével a For Europe regionális döntőjébe is bejutottunk. Ezen kívül részt vettünk a Gloria Victis országos döntőjén is. Az angol és német nyelv mellett horvát nyelv tanulására is lehetőséget kapnak tanulóink. Mohácson, a sok nemzetiségű városban ez nélkülözhetetlen. Couch, posztelnya, televízor, notni ormarigy, notni a szvietnika, szág, zásztor, luster, polica, így használja. Petre, zárnyos szobizmoni? Én a Kisföldi Károly gimnáziumban második nyelvnek a horvátot választottam, hiszen nagyon jó az iskola nyelvi képzése, és az általános iskolai tanulmányai miatt a horvát előkelő helyen szerepelt a választásaim között. A mai rohanó és fejlődő világban nagyon fontos, hogy minél több nyelvet beszéljünk, és hogy minél több nyelvvizsgán legyen, és ezért sokkal több és jobban fizető állást sok közül tudunk válogatni, amiket be is töltöttünk ott nagyobb szerepeket is. Például én idegenvezetőként szeretnék majd dolgozni külföldön, ezért nagyon fontos, hogy az angolt és a horvátot is beszéljem. A tanulás mellett kiemelten fontosnak tartjuk a diákok testi-lelki egészségét, toleranciára való törekvését.2018. szeptemberében a Meixner Ildikó iskola 11 értelmi fogyatékos gyermekével foglalkoztunk a Sombereki Orgáztavon egy kreatív és játékos agyegyötös program nevezetű napon. A program gyakorlatilag abból állt, hogy különböző játékokat és díszeket készítettünk, valamint terápiás kutyákkal játszottunk. Mindenki nagyon élvezte, és ezt az élményt nagyon szépen köszönjük az osztályfőnökünknek és a szüleinknek is. Nagy sikerrel folyt az idei tanév elején a két hetes személyiségfejlesztő és tanulásmódszertani tréning, amin a végzős évfolyam kivételével minden osztály részt vett. A 11. évfolyam óta a testnevelés óra mellett táncórákat is tartanak számunkra. Nagy meglepetésünkre ez nagyon megtetszett nekünk, mivel az óra nagyon jó hangulatban telik, és amit itt tanulunk, azt a jövőben is hasznát tudjuk venni. Miért is szeretünk ide járni? A jó közösség, családias hangulat, mindig segítőkész megértő tanárok. Nyikorgó falépcső. Korlátlan számítógép használat és megfelelő szakirodalom a könyvtárban.
szerdai lángosa büfében. Fitz Foca műfüves pályán. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az iskolánkkal kapcsolatos információkat a weboldalunkon www.mohacsikisfaludi.hu és Facebook oldalunkon találtok. Az összeállításunkban felhasznált kisfilmeket pedig megtalálhatjátok a saját blog csatornánkon. Választátok a Kisfaludit! Kisfaludi versenyek, sport és diáknapok. Az Európai Parlament nagykövet iskolája. Határtanuló program és cserediák kapcsolatok. ECL, DSD és ECDL vizsga lehetőség itt helyben. Kiemelkedő nyelvi képzés. Általános képzéssel is egyenes út az emelt érettségére. Ez mind a Kisfaludi.